Vendégem Hosszú Mari, legalábbis így ismerik nagyon sokan itt Terézvárosban azt a kiváló személyiséget, aki egyébként Székely Dezső névre hallgat, de hát mindenki csak Hosszú Marinak hív téged. Szeretettel köszöntelek. Marikám, két olyan kitüntetést kaptál az elmúlt időszakban, ami előtt mélységesen meg kell, hogy hajoljak, és tisztelettel köszöntselek. Az egyik érem, amelyet október 23-án Hende Csaba honvédelmi miniszter adott át Székely Marinak, Hosszú Marinak, az a Maléter Pál emlékérem, amely itt látható az asztalunkon. A másik kitüntetés pedig Varsóban, szeptemberben vehetted át, amely egy hatalmas nagy kitüntetés, méghozzá Szent György Lovak kereszt. Hihetetlen, hogy ugye azt gondolom, hogy egy 56-os forradalmár, egy fiatal lány, aki annak idején fűtött lelkesedéstől kezdve részt vett mindenbe, ami akkor úgy gondolta, hogy jó és nemes, végül is az évek elteltével, és azt lehet mondani, hogy én miután 56-os születésű vagyok, azt mondom, hogy 58 volt év elteltével Varsóban megemlékeznek róla. Hogy is van ez? Először is, nagyon rég, 56-ban kezdődött az egész. 56-ban a Karászi Kulén Jánossal, aki repülős tiszt volt, együtt voltunk 56-ban, a Tompó utca, a Tűzoltó utca, a Bakács tér, Boráros tér, Rádai utca, ezek voltak a mi területünk, és a Tompó utca és a Rádai utcai csoport, az egy csoport volt. És ott ismerkedtem meg a Karászi Kulén Jánossal. Együtt harcoltunk, együtt segített nekem a sebesülteket bevinni, sőt, együtt mentünk lőszerekért is, és utána pedig ő disszidált. És hosszú idő után végül Londonba kötött ki, és ott a Szent György Lovagrend nagy priória, vagyis nagymestere meghalt, és őt nevezték ki. Így lett a magyar nagyprior, nagymester Londonban. És ő sokszor hazajárt, és kérte arra, hogy Mari, hát gyere, legyél velünk együtt a lovagrendbe, és ő avatott engem föl Debrecenbe. Mivel járt ez a lovagság? Milyen tevékenységet kellett folytatni? Mert akit lovaggá ütnek, vagy lovaggá választanak, annak bizonyos kötelezettségei, feladatai vannak. Az én kötelezettségi feladatom az 56-ban volt, uh-huh. És annak tiszteletére. Uh-huh. Az akkor átélt eseményeket, és utána a letartóztatás, a börtön. Azt hiszem, uh-huh. hogy elég sok mindent csináltam én akkor azért, hogy megtiszteljenek avval, uh-huh. hogy a Szent György Lovagrendnek a tagja legyen. Mari, nagyon sokszor beszélgettünk már egymással, de előttem még mindig nem tiszta. Tehát 56, fiatal lány voltál. Mikor kezdett benned megfogalmazódni az, hogy te neked nem tetszik, ami itt van? Hogy keveredtél bele az egészbe? Mert nagyon sokan a fiatalok közül nem is gondolták, hogy mi lesz ebből az egészből. Csak egyszerűen hallották, tudom, apám is, hogy megyünk az egyetemre, és akkor... Tehát egyszerűen elkapt őket a hív, a lendület, és nem tudták, hogy mi lesz belőle. Te tudatosan készültél arra, vagy készültetek arra, hogy valami nagy dolgot fogtok végrehajtani? Abban az időben, amikor ez elkezdődött, én a Stanley szobornál kezdtem, mert a Peterdi utcában laktunk a Dózsa Gyögyő sarkán, és ennek voltak előzményei. A bátyámat 1945. január 11-én az oroszok 16 évesen elvitték Gödöllő Fogsány, és utána pedig Brianszki erdők. Uh-huh. Ugyanabban az évben, 45. július 27-én letartóztatták az apámat, és az András út 60-ba uh-huh. egy kis kezelésen ment keresztül, úgyhogy a térdétől lefelé teljesen nyílt sebek voltak, és zokniba kellett neki átmenni a verésnél uh-huh. miatt a Markóba. Úgyhogy ez 45-től uh-huh. nőtt
bennem az, hogy hát most végre valami lesz a Sztálin szobornál. És akkor, amikor hozták a lángvágót, és a csizmájánál elkezdték vágni, apámmal együtt voltam lent, és fölszabadult két teherautó, és akkor jött a hír, hogy a rádióhoz, a rádióhoz. És két teherautóval elindultunk a rádióhoz, de csak a sztóriáig tudtunk menni, és onnan pedig gyalog. És a múzeum háta mögött, most most a rádiónak a bejárata van, de akkor régen nem ott volt, és én oda tudtam menni. És ott volt egy kerítés, ami most a pagoda van. Igen. A helyén. És oda, erre a kertre néznek a rádiónak az ablakai. És annyit vettem észre, hogy egyszer csak valaki elkap, és azt mondja, feküdj és földhöz vágott. És akkor egy telefonfülke volt ott, és azt elnyírta a sorozat. És akkor szép lassan kikúsztam, és már rohantam a Tréfort utcába, mert láttam, hogy rengeteg sebesült van. És a Tréfort utcai rendelőből kértem kötszert, és mentem a sebesülteket kötözni, egész úgy körülbelül éjjel egy óráig voltam ott azon a részen, és utána pedig akkor már nagy ment a harc, kívülről, belülről is, és éjfél felé, nem tudom pontos időt, mert egybe volt az egész, és akkor egy házba bemenekültünk, és másnap reggel indultam haza, és utána jelentkeztem a mostani Erzsébet Terézvárosi Kórházba, jelentkeztem le, mint vöröskeresztes. És akkor onnantól kezdve segítettél a betegeknek, illetve a sebesülteknek az ellátásában. Vissza lehetett volna téged tartani? Nem. Nem létezett. Otthon mit szóltak hozzá? Otthon anyám nagyon édeges volt, de apám azt mondta, hogy kemény lánya Mari. Kemény lánya Mari, és a Mari ment. Hogyan szerveztétek meg a harcokat, illetve a segítségnyújtást? Hol tudtátok, hogy hova kell menni, hogy hol lesz szükség arra? Hát jött a hír, hogy most hol lőne. Hát most a második János Pál tér, volt Pártház ostromához, hogy köztársaság tér. Igen. Oda nem mondom ki a nevet, de nem volt köztársaság. És a mellette volt egy diákszálló, és engem nem engedtek ki a fiúk, hogy kimenjek a sebesülteké, hanem oda hordták be. És akkor voltak közöttük 9 kerületiek, vagyis ez a Tompa utcai és a környékbeli fiúk is ott voltak, és ők mondták, hogy jó lenne, hogyha eljönnél hozzánk, mert nincs vöröskeresztesünk. És így mentem át aztán a Tompa utca 10-be. Volt neked akkor valamilyen végzettséged, ami igen, a sebesült... vöröskeresztes. Tehát volt vöröskeresztes, ezt nem tudtam, igen. Bocsánat, elnézést kérek. Tehát akkor te, mint szakképzett nővér próbáltad ellátni a sebesülteket. 56 egy nagyon nagy teher az emberek életében, és egy nagyon nagy felszabadultság érzés. Mert 56-ot furcsán kezelik a mai napig az emberek. Valahogy a mai napig nehezen teszik helyre 56-nak a szerepét, a feladatát. Az 56-ban részt vett embereknek a feladatát. Az 56-ban részt vett embereknek a magatartását, az attitűdjét. Ti hogyan láttátok saját magatokat abban az időszakban, és hogyan láttad magad utána, és a ti csapatotokat? Milyen volt az a csapat? Nagyon egységes volt. Hát 9 kerület. A Ferencváros hazája, és a Fradinak a fotball hazája. Tehát akkor a Franstadt az már akkor is olyan volt? Olyan. Az már, ha jól tudom, 37-ben a Fradi pályán tanultam megmenni, úgyhogy eléggé húzott a szívem a Fradihoz, annak ellenére, hogy a Dózsába sportoltam. Mert az iskola, ahol jártam, az patronálta, és muszáj volt ott sportolni. És az egész, az akkori hangulat,
akkor már nagyon, de nagyon föl volt gyűlve nagyon sok téma, rengeteg letartóztatása, rengeteg kivégzés, az ADH, a terror, akkor a parasztságtól elvették a földet, beszolgáltatás, tészítés, szóval ez már annyira ért akkor, na aztán az íra a pontot Lengyelország tette, az akkori fiatalok. És akkor már azt mondtuk, hogy na most mi nekünk is muszáj csatlakozni hozzájuk. Szóval ez hosszú idő keresztül mindig egy adagot kaptunk ahhoz, hogy mi bátran kimerjünk menni az utcára. És nem gondolták akkor azt, hogy ebből ekkora lesz. Hát természetesen, amikor elkezd egy fiatalokkal, lelkesedéssel duzzadó tömeg nőni, akkor abból előbb-utóbb robbanás lesz. Az, amikor a köztörvényes bűnözőket, és kénytelen vagyok ezt megemlíteni, kiengedték a börtönből, és elkezdődött, ugye minden forradalom mellett ugye a csőcselék is nekiáll, és vandalizmussal tönkreteszi a szépségét a forradalomnak. Azt így hogyan kezeltétek? Egyáltalán tudtatok róla? Nálunk nagyon nagy fegyelem volt a mi csoportunkban. A Bárány Jancsi nagyon a piros sapka, vagy vörös sapkás, ő nagyon fegyelmet tartott közöttünk. Tehát oda közétek nem mehetett olyan, aki nem odavaló volt? Mert nagyon nagy fegyelmet tartott. Az ő szava szent volt. És hát azért a vagány kerület volt végeredményképpen a Ferencváros, de tiszta emberek voltak közöttünk. Nem voltak olyanok, hogy hát például a Karászi, ugye pilóta volt, repülős tiszt. És nagyon sok volt közöttünk író is, volt közöttünk munkás, volt közöttünk beszkártos. De hát mind a szabadság vágya annyira kijött bennőlünk, hogy mi például, ha meglátunk, hogy valaki valamit el akar emelni, abban a pillanatban elvittük onnan, és megmondtuk neki. És amit emlékszem, hogy ki voltak rakva a ládák, amikbe pénzt gyűjtöttünk a sebesülteknek, a hozzátartozóknak. Soha senki nem vett abból ki. Volt olyan, aki bedobott egy nagyobb címletű pénzt, és hát annyi, és akkor visszavette annak a felét, saját maguk, mint a pénztáros, úgy váltották a pénzt. Úgyhogy olyan az én körzetemben, vagyis ott a 9 kerületben, ott ilyen nem volt, hogy betörjünk, vagy hőzöngés, vagy valami. Ott mindenki egységesen egyet akart, szabad, független Magyarországot. Hát pár napra meg is kapta a szabad, független Magyarországot az országunk, aztán utána jött a megtorlásnak az időszaka, ami téged is egészen erősen érintett. Mikor fogtak le? Engem? Igen. Ezek 57. február 18-án éjjel 2:30-kor. Fekete bőrkabátba jöttek, csöngettek, nem, ahogy nem, klasszikusan? Nem, szürke ruhába jöttek, de povjedával. Tudtad te, hogy rád az vár, hogy be fognak börtönözni? Amikor a nőtüntetést szerveztük az Obersovszkival, mert én is az egyik főszervezője voltam a nőtüntetésnek, akkor azt mondta nekem az Obersovszki, hogy Mari, szerez valami papírt, mert egymás után tartóztatják le az embereket. És én bementem a kórházba, és egy olyan papírt kaptam, hogy a harcok ideje alatt a kórházba teljesített szolgálatot, és ez volt a szerencsém. Mert mikor letartóztattak, akkor azt mondta a kihallgatóm, hogy na hosszú Mari, megvan maga is. És mondtam hát neki, ne haragudjon, ne haragudjon, én nem vagyok hosszú Mari, én Sebestyén Mária vagyok, tessék, ott van az igazolványom. És kinyitotta az igazolványt, és kiesett ez a papír. Hát nem tudta összeegye, így láttam, hogy így fölhúzza a vállát, hogy nem értem.
abban a pillanatban tudtam, hogy most már jó helyen vagyok, és mondtam, hogy én Sebestye Mária vagyok, és attól a perctől kezdve én tartottam magamat ahhoz, hogy én Sebestye Mária vagyok. Nem tudta összeegyeztetni, hogy hogy lehettem én a harcok végéig a kórházba, ugyanakkor a Hosszú Maria az a 9 kerületben volt. Igen. És ez volt a szerencsém, hogy ezt a papírt megkaptam, mert biztos, hogy nem 2 év 8-at kaptam volna a nőtüntetésért, hanem biztos megkaptam volna 8-as 10-esemet. 2 év 8 hónap sem könnyű és egyszerű. Milyenek voltak az akkori börtönviszonyok? Borzalmas volt. Rengetegen voltunk, össze voltunk zsúfolódva teljesen a Markóba. És hát én nekem volt egy szomorú dolgom ezzel kapcsolatban, mert egy picikét a fülem azóta is nagyot hallok. Mert megvertek? Háromszor egy kicsikét csak a fülemet, úgyhogy ököl. És amikor átadtak a előzetesből a Markóba, akkor rá egy hétre már a rabkórházba voltam. És a rabkórházba bánatom, édesanyám bejött beszélőre, és be volt kötve gézzel a fejem. És mondtam, hogy anyu, ne ijedj meg, középfültő gyulladásom van, nincs semmi baj. Rám nézett, azt mondja, sejtem kislányom, hogy milyen középfültő gyulladásod van. Ez volt vasárnap. És hétfő reggel megtalálták arccal az agyam előtt. És ez még a mai napig is a lelkiismeretem, hogy én tettem a édesanyámat a másik világra. Hát... ezzel majd nem tudom, hogy hol és mikor, milyen körülmények között tudsz magadnak számot adni. Én nem hiszem, hogy ez volt a kiváltó oka édesanyád halálának, de valószínűleg én voltam minden, a harmadik a családban. Aki meghalt. Vagy aki, nem, aki, hát a bátyám, az apám, igen, és utána igen, jöttem igen. Én. Hát egy szülőnek, egy feleségnek nagyon nehéz lehet tartani egy olyan családot egybe, ahol hát ilyen tüzesvérű emberek vannak, mint amilyen a mi Marink, nem? Hát apám is olyan volt. Hát 14 évig volt újonc kiképző. Úgyhogy akkor el tudod képzelni, hogy nevelt bennünket. Te azon gondolkodtam, hogy te utána rendőrtiszt lettél. Melyik időszakban lett belőled rendőrtiszt? 1990-ben. Tehát a rendszerváltás után. Most pont azt nézem, hogy nyugalmazott rendőr a lezredes, hogy mikor lettél te a rendőr? Tehát 90-ben, és akkor jelentkeztél a rendőrségi állományba? Nem, én a Dózsába sportoltam, és a Dózsa sportolói azok rehabilitálva lettek. És az akkori belügyminiszter, a Boros úr, az behivatott, és közölték velem a személyzeti osztán, hogy én a mai naptól rendőr százados vagyok. Mert a TIP katonai szekciójának a tagja voltam. És utána azt mondtam, hogy akkor szeretnék dolgozni, és végül az oktatásra kerültem, és a zászlós és a törzszászlós átképzéseknek voltam én a vezetőjük. És úgy, ahogy jött a 60 éves születésnapom, egy rang, 70 éves születésnapom, a másik rang, és 6,5 évig dolgoztam a rendőrségen. Milyen időszak volt ez a rendőrségen? Hát izgalmas? Vagy szép? Hát, milyen volt akkoriban a rendőrség munkája? Teljesen ilyenek más rendőrség igen, volt, ez igen, már más igen, rendőrség volt, igen. Mint előtte. Gondoltad valaha valamikor, hogy soha kiképzésben résztvevő rendőrtiszt leszel? Hát nem. Ez volt a legnagyobb ajándékom, igen, amit igen. Kaphattam akkor. Hát igen. Úgyhogy én büszkén viselem azt, hogy az voltam. De becsületes és rendes. Úgyhogy nem a 45-től 90-ig tartó rendőrségnek voltam nem a tagja, adtam, hanem a 90 után. Ez is érdekes pályafutás minden esetre.
Viszont ennek a hosszú és nagyon tartalmas időszaknak megvan most az eredménye, hiszen két kitüntetéssel lettél gazdagabb. Ez a Maléter Pál emlékérem, ez az egyik legnagyobb 56-os elismerés, amit meg lehet kapni. Azt hiszem, hogy igen büszke lehetsz rá. És a Varsói Lovagrend és a Szent György Lovagrend kitüntetése is azt gondolom, de hogy megvan olyan... a Magyar Köztársaság arany érdemkeresztje is. De az még és egy pár évvel, és akkor várj, még van a Vöröskeresztes aranycsillag is, igen. És a Bátortságért érdemérem is. Van, azt hiszem, hogyha jól összeszámoltam, akkor körülbelül 19-nél tartok. 19 kitüntetésnél? Hát én csak 5-öt írtam föl belőle, de azt hiszem, hogy ez is bőségesen elég ahhoz, hogy egy személyiséget megismerjenek a kedves nézők, és aminek én örülök, hogyha valaki jót tett életébe, vagy küzdött valamiért, küzdött azért, mert valamiben hitt, és hitt, hogy attól jobb lesz a világ, annak előbb-utóbb meg lesz a maga jutalma, és így már meg is volt. Szívből gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy úgy fogok élni, mint ahogy kezdődik egy vers, hogy magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem. Magyar nótát daloltad Aika felettem. És én azóta, mióta ezt a verset megtanultam, kisgyerekkorom óta azóta úgy élek. Maradjon is így. Köszönöm, hogy vendégünk voltál.